1944. november 4-én több száz vasmegyei cigányt gyűjtöttek össze az egykori téglagyár területén, hogy előbb a komáromi erődbe, majd onnan kényszer és haláltáborokba hurcolják őket. Az embertelen körülményeket legtöbbjük nem élte túl. Az emlékezők minden évben leróják kegyeletüket a Jászai Mari utcai emlékműnél. Idén a megyei közülés alelnöke, a vasmegyei és a szombathelyi kisebbségi önkormányzat képviselői, a polgárőrség tagjai és a demokratikus koalíció képviselői. Viselői helyezték el az emlékezés koszorúit és mécseseit.